Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Adventi gyertyagyújtás, a város és a Jereván lakótelep koszorúin is kigyulladt a szeretett gyertyája. Jótékonykodott a Lady Lions Club, gondoltak a rászoruló családokra és a cukorbetegekre is. Konyhakoncert, különleges helyszínen mutathatják meg tehetségüket a soproni zenei élet szereplői. Megszületett a döntés a karácsonyi kijárási tilalommal kapcsolatban. A kormány úgy határozott, hogy december 24-től másnap reggelig felfüggeszti a kijárási tilalmat. A családi összejövetelek 10 fős korlátozása érvényben marad, azonban a gyermekek ebben nem számítanak bele. Mindezt Kis Robert rendőr alezredes jelentette be az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Meggyújtották a negyedik gyertyát Sopron adventi koszorúján. A járványhelyzet miatt megrendezett szűkörű ünnepségen Horváth Imre városplébános és dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere gyújtotta meg a szeretett lángját. Vasárnap este a Mária szobornál meggyújtották a negyedik lila színű gyertyát, mely a szeretetet jelképezi. Advent negyedik vasárnapja a beteljesedést, a várakozás végét szimbolizálja. Tudjuk jól, hogy ez a karácsony ez nem lesz olyan, mint amelyet megszokhattunk, mint az eddig mögöttünk hagyott karácsonyok voltak. Ennél fogva mi itt Sopronban összehívtuk, összeszerveztük a legnagyobb jótékonysági akcióját a városnak. December 24-e és december 27-e között a Kossuth Lajos utca 10 szám alatt a Soproni Szociális Intézmény épületének udvarán egy erre szolgáló sátorban napi 300 melegételt tudunk kiosztani az arra rászorulóknak, illetőleg tartós élelmiszercsomagot is tudunk osztani azoknak, akik ezt igénylik. Várunk mindenkit sok szeretettel. Ebben az akcióban részt vesznek soproni sportszervezetek, vendéglátóipari egységek, magánszemélyek, és az önkormányzat is a szociális intézményen keresztül. A jelszavunk az, hogy adni jó, a célunk pedig az, hogy minden soproni polgárnak, minden soproni gyermeknek, minden soproni családban valóban áldott, békés és boldog legyen a karácsony. Dr. Farkas Ciprián arra is rámutatott, hogy ebben az esztendőben a szeretet, az összefogás és a közösségi felelősségvállalás is kiemelten fontos a mindennapokban. A negyedik gyertyát Sopron polgármestere Horváth Imre városplébánossal együtt gyújtotta meg. Nagy Gáspár Kossuth Díjas költőnk írja egyik karácsonyi versében, el kell érnünk Betlehembe. Tulajdonképpen az advent ebben akar segíteni, hogy mindannyian elérjünk Betlehembe, vagyis találkozzunk azzal az Isten fiával, Jézus Krisztussal, aki értünk emberré lett. Szokatlan volt ez az advent, egy kicsit más lesz a karácsonyunk, de a lényege ugyanaz. Jézus Krisztust ünnepli a keresztény világ, aki értünk lett emberré, és ez nagy remény és örömüzenet ebben a pandémiás korban, hogy nem vagyunk egyedül, velünk az Isten. A városplébános kiemelte, a koronavírus járvány miatt az idei advent az önmagunkba fordulás és az elcsendesedés időszaka, mely kiváló alkalmat nyújt arra, hogy erősítsük a reményt egymásban. A Jereván lakótelep adventi koszorúján is fellobbant a negyedik gyertya. A szeretett lángját Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván lakótelep település részi önkormányzat elnöke, Csiszár Szabolcs alpolgármester és Németh István, a Szent Imre plébánia plébánosa gyújtotta meg. A hagyományokhoz hűen idén is meggyújtották a szeretett lángját a Jereván lakótelep adventi koszorúján. A Jereván településrészi önkormányzat kiemelt célja volt, hogy a megváltozott körülmények ellenére is megteremtse az ünnepvárás bensőséges hangulatát a közösség számára. Áldott szép karácsonyt kívánunk minden Jerevánon lakónak, minden Jerevánon élőnek. Idén a rendezvények sorozata elmaradt az ismert okok miatt, de azt fontosnak tartottuk, hogy a hagyományokat azért őrizzük, tovább vigyük, és ezért advent első vasárnapján, meg most negyedik vasárnapon is a történelmi egyházak képviselőivel közösen az ő gondolataikat is meghallgatva gyűjtöttük meg advent koszorúján a gyertyákat. És miután a közösségi rendezvények az idén elmaradnak, ezért köztéren fogunk áldott karácsonyt, boldog új évet kívánni minden jereváninak köztéri megjelenéssel.
Németh István, a Szent Imre plébánia plébánosa elmondta, az adventi várakozás ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a legjobban akkor teszünk, ha elfogadjuk Isten akaratát. Advent negyedik vasárnapja a katolikus liturgiában a szűzanyát állítja elénk. A boldogságos Szűz Mária igennyéről szól ez a vasárnap. Az angyali üdvözletet olvassuk az evangéliumban, Lukács evangéliumából, és ebben halljuk, ahogy Gábor angyal meglátogatja Máriát, és közli vele a Jóistennek a szándékát, hogy őt választotta, hogy legyen a megváltó édesanyja. Az evangéliumi szakasz végére halljuk Máriának az igennyét, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavait szerint. A Jereván lakótelep negyedik gyertyáját hagyományosan a fényfűzéres diszkivilágítású szolgáltatóház átriumában gyújtották meg a résztvevők. Engedélyezi a hozzátartozók látogatását a Soproni Szociális Intézmény a karácsonyi időszakban. Az IKVA idősek otthonában december 24-e és 27-e között, a Balfi utcai idősek otthonában december 23-a és 27-e között a szabályok betartása mellett nyílik lehetőség a látogatásra, maximum 2 fő részére. A látogatási turnusok ideje maximum 30 perc. Az ajándékcsomagokat a korábbi rendnek megfelelően tudják a hozzátartozók részére leadni. A látogatási turnusokat előre meg kell szervezni, így az igényeket az intézetvezetőnek legkésőbb december 23-án 9 óráig jelezni szükséges. Az IKVA otthonban az 523-026-os, a Balfi utcai otthonban az 505-217-es telefonszáma. Karácsonyi jótékonysági akciót szervez a Soproni Lady Lions Club. A kezdeményezéshez helyi éttermek is csatlakoztak, akik ingyenesen szállítják ki a karácsonyi menüt a rászoruló családoknak. A klub tagjai a Soproni Cukorbeteg Egyesület tagjainak és a Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjainak is karácsonyi meglepetés csomaggal készülnek. A klub tagjai december 6-án csatlakoztak a Hadd el egy Mikulás csomagot elnevezésű országos akcióhoz. Ennek a keretein belül a várkerületen meglepetés csomagokkal várták a gyerekeket, de jutott az ajándékokból a közrendvédelmi szervezetek képviselőinek és egészségügyi dolgozóknak is. 3 különböző dolgokba fogtunk bele. Az egyik a Doborjáni iskolában, az ott lakó gyerekek összes névre szóló csomagot kapnak 24-én, tehát a karácsonyfa alatt ki fogják bontani mindenki, aminek a legjobban örül. Ez volt az egyik, amit kitaláltunk. A másik, hogy megszólítottuk Sopron éttermeit, és minden étterem 23-án, 24-én, 25-én olyan családoknak fog ingyen kiszállítani ebédet, és meglepi őket egy karácsonyi vacsorával vagy ebéddel, akik rászorulok. Illetve a harmadik dolog pedig az volt, hogy összegyűjtöttünk tartós élelmiszert, a saját tagjaink adták össze igazából, és a Cukorbeteg Egyesület 30 öreg idős házaspár, illetve idős néninek, bácsinak házhoz szállítottuk, és a Lővér Taxi vállalta azt, hogy ingyen a szabad napjukon kivitték. Konyha koncerteken mutathatják meg tehetségüket a soproni zenei élet szereplői. A Music and Jam The Kitchen Session Live ötletgazdái saját konyhájukban adnak lehetőséget a zenekaroknak arra, hogy eljátsszák dalaikat. A produkciókról készült videók folyamatosan megtekinthetők online, és a Sopron TV ünnepi műsorában is láthatók lesznek szilveszter este. A Blues Hangers zenekar vette birtokba a konyhát a Music and Jam The Kitchen Session Live hétvégi felvételén. Így a főként Chicago Blues-t játszó soproni zenekar is részese lesz annak a konyhakoncert sorozatnak, ami ősszel indult, és azóta is rendszeresen biztosít fellépési lehetőséget a helyi bandáknak. Számukra is fontos, hogy aktívak maradjanak a járványhelyzet idején is. Mi azon vagyunk, hogy túléljük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt mi jól érezzük magunkat a zenekarral, másrészt meg a közönségünk is jól érezhesse magát azáltal, hogy csinálunk egy olyan fergeteges jó programot, amit mi be tudjuk mutatni, meg is tesszük nyilvánosan, de addig is egy ilyen koncert erejéig, amit itt kaphatunk ezen a Kitchen Session-on, 3 számot eljátszunk. A projekt ötletgazdái Nagyváradi Andrea és Tarnai László Tatus saját konyhájukba hívják meg a zenekarokat, videón rögzítik és online is közzé teszik a 3 dalból álló minikoncerteket. Miután a vírus fenyegetés miatt korlátozások léptek életbe, így a koncertek terén is,
tehát az emberek nem járhatnak koncertre, illetve a zenészek nem adhatnak koncerteket, ezért arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha mi meghívnánk az otthonunkba zenekarokat, és ők játszanának néhány dalt, közönségnek tulajdonképpen, meg nekünk. Úgyhogy így jött létre ez a dolog. Egy kicsit nekik is adtunk lehetőséget arra, hogy megjelenjenek. Meg nekünk is jó, meg talán mindenkinek jó. A konyha a vendéglátók életében központi szerepet játszik, ezért is gondolták úgy, hogy itt rendezik meg a koncerteket, melyhez egy csipetnyi gasztronómiát is vegyítettek. Süteménnyel várják a hozzájuk érkező zenészeket. Itt, akik hozzánk jönnek, azok otthon érezzék magukat, szeretettel fogadjuk őket, szeretettel várjuk őket. Magának a filmnek is egy keretet ad az, hogy a süti elkészül az elején, majd a végén elfogyasztódik, és ezáltal csak egyszerűen szeretnénk, ha jól éreznék magukat a vendégeink. A koncerteket a projekt YouTube csatornáján és Facebook oldalán láthatják az érdeklődők, illetve a Sopron TV is bemutat egy összeállítást a produkciókból ünnepi műsorunkban. Kedényi Hadarics Ilona kimagasló szakmai munkáját 2020-ban a Soproni Gyógyközpont Erzsébet díjjal ismerte el. Az osztályvezető főnővér 36 éve áll az egészségügy szolgálatában, és végzi odaadó munkáját. 2004-ben lett a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályvezető ápoló helyettese. 2006 óta osztályvezető főnővérként irányítja az osztály munkáját magas szintű szakmai tudásával, a beteg gyerekek és a betegellátás felé érzett maximális elhivatottsággal, mindemellett hétvégente az orvosi ügyeleten lát el asszisztensi feladatokat. A díjazottal Mozaik című adásunkban beszélgettünk. Három karácsonyfát már felállítottunk, és hát most, ha ilyen felajánlásokból macikat, vagy valami plüssöket kapunk, vagy valamit, azt a szentest, akik ott vannak gyerekek, a fa alá helyezzük, és akkor ők megkapják ajándékként. Nagyon kis, tehát szeretette, a csapat is egy nagyon jó, szeretetre teljes csapatunk van, aki tényleg mindenki, 13 nővérrel dolgozunk, meg hát szerencsé, hogy vannak a nyugdíjasaink, azok, tehát ők nagyon kisegítik az osztályt. Egy nagyon jó kollektíva. Én csak ezt tudom mondani, és őnekik messze menőkig hálás vagyok, meg köszönöm a segítségüket, támogatásukat, meg különben nem lettem volna itt, ahol vagyok. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik Mozaik című műsorunk. Ezt követően Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Kedden nyugat felől meleg front érkezik, a déli szél mérsékelt marad. Párás, ködös tájakra továbbra is számítani kell. 2-9 fok várható. Szerdán a megélénkülő délnyugati szélben több felé felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. A maximumok 8 fok körül alakulnak. Csütörtökön borongós, több felé szeles időre van kilátás, délutántól egyre több felé esővel. Még marad az enyhe idő, akár 11 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.